Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, Bandi bácsi vagyok, ha valaki még nem tudná. Ez pedig itt a 2019-es év első kameratesztje. Az új kamerával mutatom már magamat is. Sziasztok! Szóval én volnék Bandi bácsi, ha valaki még nem tudná. 2019. január 12 környéke van? Valahogy így vasárnap, délután 2 óra múlt. Látszódik még, hogy egy kicsit havas itt a dolog. Nemrég esett a hó az elmúlt héten. Most viszont olvad, 5 fok van. Kellemes, kis kiugrós tavaszi idő. Természet figyelésre tökéletesen alkalmas, főleg itt a Molnár szigetnél, ami Soroksáron található. Hát nekem ez van közelebb, viszont a távolban mint egy hattyút is látnék. Ott van. Majd őt is megcsodáljuk közelebbről, ha lesz rálátás. Szóval tartsatok velem, ezt az utat már láttátok, Eurovello 6 címmel van fönn a csatornámon, úgyhogy most csak végiggurulunk rajta, egy kicsit kiélvezzük, illetve tesztelgetjük a kamerát is, hogy milyen felvételeket készít. Szóval ez itt a soroksári kerékpárút, és bringánál összetartom kezembe ezt az új kamerát, kíváncsian fogom majd otthon várni a felvételek. Mint ott repül, és ez nem is hattyú volt, hanem egy gólya, ami nem látszódik a képben. Kicsit havas még a kerékpárút, hogy majd azért óvatosan kell mennem. Közben beszélnem is kéne. Kéne valahogy töltenem a felvételt, úgyhogy beszélek először a kameráról, meg a miértjéről is, hogy miért lett megvásárolva. Hát először is vágytam már egy minőségi kamerára is, illetve nagyon sokan kommentelték, hogy nem ártan egy jobb képstabilizátor ruh kamerát vennem, és természetesen jogosnak is ítélem ezeket a megjegyzéseket, bár hozzáteszem, hogy én úgy gondolom, hogy természet valamennyire azért élvezhetőek a idei, vagy hát eddigi felvételeim, az egy kétkezes hátkrullás lesz. Hát igen, elég pár utak annyira még nincsenek takarítva, bár ez ezen azért szerintem látszódik, hogy volt, csak nem tudott rendesen felolvadni a maradék. Itt balkész felül a Duna látható, és közben akkor mondom tovább, hogy na, megállunk, már ott vannak nagy madarak. Először azokat sasoljuk meg. Szevasztok, madarak! Hát olyan nagy pulyka, amit láttam. Nem is tudom, mi lehet, talán egy lúd, hát a mellett egy másik is. Ott egy sirály is, mindjárt megkeresem őt is, ott van. Úgyhogy, csak nem tisztít a kamera jól rá, mert ott van a fűszer. De ő egy sirály. És a nagy pulykák. Ugye nekem minden madár pulyka, úgyhogy ezen ne rembődjön meg senki. Hát ez nagy szájára elrepült. Szóval azért érdekes ide kitekerni, még ha nem is a nagy rálátást ad a Dunára. Ez a részon talán a legközelebb. De van földút is amúgy végig, arra most nem fogok felmenni, de majd talán tavasszal kijövök, és akkor csinálok egy felvételt is. Na, és ott tartottam, hogy
megemlítették egy páran, hogy nem ártana egy minőségi kamera, úgyhogy mivel bennem is megvolt a hajlam, úgyhogy ezért megvételre került ez a Panasonic HCV770-es kamera, és egy kicsit most megint elteszem. Közben azért mutatom, hogy kicsit kell lekapni és után jönni. Az a durva, hogy az már olvad. Nem olyan durván latyag, de olvad, úgyhogy vitte is a kereket mindenfelé, nehezen nem kamerázunk. Viszont hát innen a elválasztó résztől már az erzsébeti szakasz következik, és elég szépen mondhatni le van takarítva. Szép kéknek mondhatom, ha majdnem az ég is, kijelző nekem nagyon jó, látható, nagyon jól néz ki. Itt pedig a napocska próbál sütögetni. Elnézést, a sok értelmetlen dolgot mondok, de tényleg ez egy ilyen kamerateszt nekem. Ott pedig a hármas határhegy. Elég jó látható. És úgy érzem, elég stabilan meg is tudom tartani a kamerát. Szerintem probléma nem lesz, ott pedig egy utólány. Jó, és akkor folytatva tovább utunkat. Hát tudom, nem olyan istenesen szép színes felvétel lesz. Ilyenkor kopár minden, hiszen tél van. De most már hamarosan következik a tavasz, és akkor lehet karikázni sokfelé. Idei év is majd hoz meglepetéseket, de erről majd később. Most viszont szont van egy kis szembeszél. Ez szélzajnak tökéletesen jó tesznek, úgyhogy egy kicsit fordítgatom is a kamerát jobbra-balra. Lassan egy kicsit tempót váltok, egy kicsit felgyorsítok, hogy nagyobb tempónál is megnézzük a hangokat. A kamera tudásáról annyit, hogy nagyon sok részét nem fogom tudni, vagy nem fogom használni, amit tud. Például AVCHD felvételre is képes 5.1-es hangzással, de az hatalmas nagy helyet foglal, úgyhogy ezt most túrákon mellőzni fogom. Amiben most használom, az egy MP4 1080-50p, azaz 50 képkocka másodpercenként, az elég jól élvezhető lesz szerintem. Távolban pedig a Széchenyi hegyet láthatjuk, annak előtérében pedig a csepeli lakótelepet. Próbálok még egy kis sebességet adni. Egy 20-as tempó van erőteljes szembeszéllel. Most egy kitekintés jobbra-balra ismételtem. Kilátást ne keresétek, mert az annyira nincsen. Na és akkor ott, ha jól látom, akkor kétkezes lesz a dolog. Igen, úgyhogy akkor majd még jelentkezek. És akkor a erzsébeti szennyvíz tisztító telep. A mondhatni lemenő nap fényében. Mutatom már a napocskát is. A túloldalon pedig cseppel, hallottam meg egy mély gödör volt hallható. Jaj. Szóval ez most is csapó kettő, és ez akkor a kamera teszt, ahogy láthatjátok. Nem tudom, mennyire lesztek vele megelégedve, vagy mennyire nem. Még én se tudom, otthon még meg kell nézni, meg kell vágni.
és ugye számítógépen is meg kell nézni a dolgokat, illetve majd, hogy a YouTube is mennyit butít rajta majd. Én úgy gondolom, hogy nem lesz probléma. Eszébe kicsit macerás forgatni. Ott a Eurovelo tábla, mert a kerékpáros tábla, hogy nekem erre kell bejönni. Jó lenne amúgy ott lemenni a Dunaparton, de most ilyen gányidőben nem lehet, de hát még egy szűk két hónap, és már nagyjából élvezhető kerékpáros idő lesz. Nem mondom azt, hogy idén nem kerékpároztam, mert viszont én kerékpároztam, de csak szigorúan munkába, úgyhogy máshol egyenlőre én még nem voltam kerékpárral, nagyon még boltba lementem, de az csak a magam kényelmére szolgált. Itt vannak a kajakkenus terepek, telepek, és lassan beérek Erzsébet, úgymond központi részéhez, a Kubacsi híthoz. Majd még egy dolgot megmutatok, mert azt fontos megmutatni. Pár évvel ezelőtt készült Eurovelo 6-os filmemben említettem az erzsébeti jódos sós fürdőt. Na hát, az most elkészült, felújították, és próbaüzemben már azt hiszem január eleje óta, nem is december eleje óta működik. És már nekem váltanom kéne, hogy azt még mindjárt megcsinálom. Hát itt most nincs nagy kenus élet, pedig szeretem ezt a Dunaparti részt amúgy. Főleg munka után lemenni Sziget-Szent Miklós fele gyárról, mert gyáron dolgozok, sok mindent elárultam akkor így már magamról. És Csepeli sziget Dunamenti oldalán, hát a jobb oldalán, hogyha fölfele nézzük, lecsorogni, és egy-két helyen megcsodálni a kenusokat, főleg a kenus lányokat. Na, lassan közeledünk a jódos-sós fürdő felé, úgyhogy még egy kicsit a kameráról, amit esetleg még nem mondtam el. Tud ez slow motion-t, jó kis lassított felvételt, na azt majd talán fogok alkalmazni. Mondjuk ahhoz jól beállított szitu kell majd. Ilyetlen különböző effekteket is tud, ilyen-olyan felvételi színezéseket, na ezzel megint nem fogok élni. Ott már látszódik a Gubacsi híd baloldal, tájön mellettem egy autónál, és kíváncsi vagyok, milyen zajként fog itt megjelenni nekem. És akkor eltűnt a jódos sós fürdő. Itt balkész felől. Külső strandrészt is állítólag már tavaszra meg fogják csinálni. Ez még a régi-régi kerítés itt balkész felől. Mindjárt próbálok egy órálátást találni az épületről, magáról, hiszen meghagyták a klasszikus kinézetét, hát egyelőre sokat nem mutat magából, hogy így balról itt belesintünk. Hát semmi extra. Második ütemben kezdik meg június 1-jéről építkezést, ennyit tudtam meg róla. Na és így néz ki. Van nekem jó kis macska kövem, úgyhogy ezt is kipróbáljuk. Eljöttem a Kubacsi híd alatt, itt van mögöttem, és elvileg az Eurovelo már mint a pesti oldali szakasz az erre folytatódik tovább,
ami persze már nincsen jelölve, de lehetne menni a Csepeli félszigeten, vagy hát szigeten pontosabban. Félsziget, nem is tudom honnan jutott az eszembe, de mindegy. Itt a kalóztanya, mint étterem. Na, és a Csepel szigeten viszont tökéletes kerékpár úton be lehet jutni a városba, egészen a Lágymányosi hídig. Szerintem ez a hoppá meglepetés ugrálóhelyek. Szóval szerintem ez a része sokkal-sokkal hangulatosabb, úgyhogy ha kellene kerékpár útra költeni, akkor bizony én itt erre költenék. Hát jó, ezt mondjuk úgy, hogy nem kell felújítani, mert használható, de hamarosan itt elfogy az aszfalt és földút lesz, majd van egy szakasz, ami nagyon töredezett rész. Mutatok egy kis dunai felvételt vizekkel, vízzel, Dunával, napocskával, és persze madarakkal. Én itt megállok, egy kicsit napozok, gyönyörködök. Hol van? Meglúgtak a madarak. Ott vannak. Szevasz, madár! No. Jó kis nappal szemben lévő felvétel. Aranybarnára festett színekkel. Vagy aranyszínűre. No, és akkor Bandi bácsi elköszönt tőletek, kiégeti a szememet a nap, úgyhogy hát így, úgyhogy nem tudom, mennyire leszek sötét. Sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a rövid kis tesztet. Én is gyönyörködni fogok benne otthon, hogy mennyire sikerült. És akkor ebben az évben is fogunk találkozni, ebben az évben készült felvételek már ezzel a kamerával fognak készülni, viszont ebben az évben fog még publikálásra kerülni több olyan felvétel is, ami tavaly készült. Ezek majd apránként lesznek feltöltve, itthoniak, egy nagyon pici külföldi kiruccanás, illetve most megy, most kezdődik az Adria kaland, Adria kalandok, úgyhogy filmekben nem lesz hiány. Na jó van, addig is, sziasztok!